Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy hogyan lehet saját képet berakni a térképeknek. Az egyik dolog, hogy kell egy Image to Map X nevű program, és leírom ide a nevét, Image to Map X, és figyeljetek oda a verzióra, mert 1.7-nél volt a színekkel egy kis változtatás, de kijött hozzá a hozzátartozó program, ami követte ezt az új rendszert, viszont ugye ha 1.7 előtti verziót használtok, akkor meg a korábbi verzió kell a programmal, tehát csak azt akarom mondani, hogy figyeljetek oda a verzióra. Na akkor, tehát leszedjük a programot, aztán hát lerakjuk a térképet, ugye amit szeretnénk. Kell egy képkeret, hát igazából nem is kell, kézbe is tudnám nézni, és kell egy térkép. Mindjárt kettőt veszek. Egyet berakok. Na, ha megnyomjátok az F3 plusz H-t, akkor nem csak a tárnak a nevét írja ki, amire a kurzort viszitek, hanem egy kicsit több információt. Itt például ott van az azonosítója. Pontosabban 1.8-at van ott az azonosítója. 1.7 alatt csak az a... Hát a neve mellett az a szám. Végülis az is egy azonosító. Na, a térképnél meg kiír több információt egy kicsit, ami nekünk érdekes, meg fontos is, ott a számos azonosítóban az a per nulla. Ugye ez egy térkép, 358, és azon belül a nullás, tehát egy sorszámot kapnak. Mindig, ha legyártunk egy térképet, akkor egyenlő ez a sorszám. Tehát legyártottam ugye még egyet, az már egyes. Ez azért érdekes, mert én most a nullását raktam be ide, úgyhogy a nulláshoz tartozó fájlt kell felülírnom. Ugyanis a módszer az, hogy a programmal legenerálom ezt a színes térképet, ezt a fájlt, és aztán belementem abba a mappába, ahol a térképeket tárolja. Hát most itt legyártottam a nullát, hát csinálok egy másikat is. Mind a kettő látszódjon. Jó. Akkor ezzel megvagyunk. Most bezárjuk. Programot. Nem kell telepíteni, csak kicsomagolni, és aztán lehet is futtatni. Meg hát igen, előtte kiválasztjuk a képet. Lehetőleg, mivel a térkép az négyzet alakút jelöljünk ki, ez a program össze fogja nyomni négyzet alakúra, úgyhogy tehát torzítja, ezért érdemes mindjárt négyzet alakút kiválasztani. Most egy ilyet kijelölök. Nagyjából azért négyzet legyen. Na. Úgy. Körülbelül 570x570-et jelöltem ki. Ctrl-C. Aztán vesszük a programot. Itt a Generate menüpont alatt lehet legyártani a képet. Van itt több menüpont, most megmutatom, ez így néz ki, ez a Mandelbrot, Julia, Palette, Random Noise. Hát ilyeneket, ez nem tudom miért jó igazából. De nekünk most az érdekes a From Clipboard. Az a vágólapról generálja a képet. Így néz ki. Ha megvan, akkor File, Save. Aztán ki kell választanunk a mappát. Nekem a rendszer meghajtó az a D, Users. Ugye Csabusa, Updata, Updata. Ja igen, mindig ha elindítjuk a programot, ez nem jegyzi meg, úgyhogy be kell nyomnunk, hogy mutassa a rejtett fájlokat, jobb gomb, és Show Hidden Files. És akkor látszik az updata, roaming.minecraft, saves, megvan. Így itt vannak a mentések, én történetesen map nevű pályán működtem most. A pálya mappáján belül a datában vannak a térképek, itt van map 0 és map 1, nagyon jól látszódik, hogy melyik. Elmentem a map 0-ra, save. Megkérdezi, hogy felülírjad. Jó. Most le akarunk gyártani mondjuk még egyet, most ebből jelölök ki egy másik részletet. Mondjuk ezt a részletet itt, ez mennyi? 4x4x körülbelül, ez jó. Ctrl-C. Generate from keyboard. És ha megnézitek, ugyanazt rakta be. Ez egy bugja a programnak, sajnos. Ha több képet akartok egymás után berakni,
egyszerűen így nem lehet. Le kell zárni a programot, és újra kell indítani. Ez már előző verziójában is bug volt, sajnos így működik. Generate from clipboard, és most működik. Tehát újra kell indítani. File. Save. Látni fogjátok azt, hogy írtó kényelmetlen, hogyha több képet akartok berakni, és akkor mindig elmenni arra az útvonalra. Szerencsére van két dolog, ami kicsit megkönnyíti ezt a odatalálást. Az egyik az, hogy ide kiírja a legutóbb látogatott mappákat. Most itt az a 934, hogy itt van utoljára módosított. Itt voltam legutóbb. Tehát ez az egyik, hogy a kilistázza a legutóbbiakat. A másik módszer az az, hogy visszamegyek egyen, így. Ha ki van jelölve a mappa, akkor itt a plusz gombra nem lehet. Ja, igen, jó, már hozzáadtam listázni. Akkor még egyszer, na. Tehát, ha ki van jelölve a mappa, akkor itt a plusz gomba hozzá tudjátok adni ez a listához. Az előbb azért nem volt ott a plusz gomb, mert már hozzá volt nekem adó, úgyhogy kiszedtem gyorsan. Tehát, plusz gomb, és akkor ott van a másik data mappa, és innentől kezdve el akarom menteni, csak rákattintok a listába, és már is ott vagyok a mappában. Jó, most az egyest írjuk felül, save, replace. Oké. És készen is vagyunk. Elindítjuk a pályát. És le vannak cserélve. Berakom a linkjét, igen, a programnak a videó alá. Más nem kell, a pályának nem rakom, a pályát azt nem töltöm fel. Köszönjük, hogy néztetek, és sziasztok!